Kulcsár István Robert vagyok, és ez, ha jól számolom, már a 19. live-om. És a mai napon egy... Hát tudjátok, mindenki azt szokta mondani, amikor egy ilyen live-ot elindít, felvezet, hogy egy baromi izgalmas témáról fogunk beszélni. Én is bevallom őszintén, gyakran beleesem ebbe a retorikai hibába. Úgyhogy teljesen őszinte leszek hozzátok, a mai napon egy baromi unalmas témáról fogok nektek beszélni. Baromi unalmas, viszont baromi fontos téma, ez pedig nem más, mint az erős ügyfélhitelesítés, vagy más néven ugye kétlépcsős ügyfélhitelesítés. Azért mondom, hogy baromi unalmas, mert ezzel nektek kereskedőként majd látni fogjátok, hogy nem ott van dolgotok, ahol azt gondoltátok, hanem egészen máshol. Az a része ráadásul baromi unalmas lesz, viszont nagyon-nagyon fontos, egyszerűen azért, mert a fogyasztókat, a vásárlókat bizony a vásárlás frusztrálja. Erről van egy kimutatás egyébként, a Big Fish csinált egy ilyen kutatást, 57%-a a kereskedőknek, vagy a fogyasztóknak frusztrált, amikor vásárolnia kell, és ez a frusztráltság leginkább a, hogy nem, valahogy éppen a bankkártya adatok megadásánál csúcsosodik ki, akkor érezzük a leginkább frusztráltnak magunkat, amikor meg kell adni a bankkártya adatainkat, hiszen tudjuk, hogy éppen most költjük el a gyereknek az egyetemi tandíját valami tök haszontalan dologra, mit tudom én, egy Lego Millennium Falconra. Ez az egyik oka, ráadásul pontosan ebből a frusztráltságból fakadóan a fogyasztók közül 10-ből 9 már hagyta el a checkoutot a fizetés során, tehát ez igenis egy nagyon-nagyon fontos része a vásárlási folyamatunknak, és ezért nem kezelhetjük félvárról. Aki gyakran nézi a live-jaimat, az megszokhatta, hogy általában a forrásanyagot, azt, hogy mi az, amiből készültem, honnan vannak az infók, azt mindig beszoktam rakni alulra egy linkben, ez most is így történt, viszont talán soha nem volt még annyira fontos, mint most, hogy erre a linkre adott esetben rákattintsatok, hiszen magának a kétlépcsős ügyfélhitelesítésnek a menetét, lépéseit, hogy melyik banknál hogyan történik ez, stb. Stb. Ezeket egy kollégám, Kukoly Dávid összeszedte nektek egy blog cikkben, ezt a cikket olvashatjátok alul, úgyhogy erre mindenképpen érdemes rákattintani, de bevallom összintén egy kicsit előre szaladtam, úgyhogy térjünk vissza a kezdetekhez. Először is, ugye mi is ez a kétlépcsős vagy erős ügyfélazonosítás, és miért van erre szükség, miért pont most van erre szükség? Ugye egészen addig, ameddig a bankkártyás vagy online fizetéseknek az aránya marginális volt, mondjuk 1%, addig, és ezek az 1%-nak a 0,1%-a volt az, amiben valamilyen visszaélés történt, addig ezzel nem nagyon kellett foglalkozni, hiszen marginális volt a kockázat, ami ebben a láncban résztvevő szereplőket terhelte. Sem a bankokon, sem a kereskedőkön, sem a felügyelő hatóságokon, igazából senkin nem volt olyan túlságosan nagy nyomás. Ha volt néhány visszaélés, akkor annak az árát visszautalták, és ezt a költséget valaki benyelte. Ez egészen apró költségek voltak, tehát ha azt nézzük, hogy mondjuk van, mit tudom én, 1% a bankkártyás fizetések aránya, ebből az 1%-ból 0,1% az, ahol visszaélés történt, és ebből mondjuk minden tizedik az, ahol végül nem sikerült felkutatni az elkövetőt és tőle vagyon visszaszerzés, visszaszerezni ugye azt, amit ő ellopott másoktól, az azt jelentette, hogy minden egymilliómodik vásárlásból volt egy, ahol valaki károsodott a végén. Ez ugye nem nagy kockázat. Igen ám, de a bankkártyás fizetéseknek az aránya, illetve az online fizetéseknek az aránya elkezdett meredeken az égbe szökni. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a nagyobb kereskedőknél, tehát mondjuk egy Tesco-ban, Auchan-ban, ezeknek a fizikai üzletében már... konkrétan több mint 50% a bankkártyás fizetéseknek az aránya. És ugyanez jellemző egyébként a webáruházakra is, hogy most már megkerülhetetlen a bankkártyás fizetés, megkerülhetetlenek ugye a különböző online fizetési megoldások, és ahogy ezeknek a száma egyre inkább növekszik, egyre jobban megéri ugye az ezekre szakosodott csalóknak, bűnelkövetőknek itt ténykedni, és adott esetben mondjuk a megszerzett, valamilyen formában megszerzett kártyaadatokkal vásárolni egy Burberry kabátot, meg egy Gucci táskát, utána ezt egy pickup pointon szépen felveszi, 3 perccel azután, hogy megtörtént a tranzakció, már megy is a táskáért, hogy jól mondtok, itt a rendelés szám, jöttem a termékért, és mire az ügyfél, aki a kártya volt, letiltja a kártyát és szól, megkeresi, hogy egyáltalán hol vásárolt a kártyájával, addigra már réges-régen ugye visszakutathat
tudhatatlan az, hogy ki is volt az elkövető, és utána ugye a másodlagos értékesítési csatornákon, egy Facebook csoportban, vagy egy jófogáson eladom méret probléma miatt az 500.000 forintos Burberry kabátot 150.000 forintért, aki megveszi, az nagyon fog örülni neki, aki eladja, az nagyon fog örülni, hiszen izzadságmentesen keresett 150.000 forintot, aki pedig károsodott, az nyilván nem fog ennek annyira örülni. Mivel egyre több ilyen történik, ugye mivel egyre több kártya van forgalomban, egyre többet használják az emberek, ezért most már a jogalkotónak bizony érdemes ezzel foglalkoznia, és ezt meg is tette, ugye hosszú-hosszú bevezető időszak után 2021. január 1-től kötelező ugye az Európai Unió területén, ez az erős ügyfélhitelesítés, ugye ezt hívják ilyen SCA-nak, ugye ez a Strong Customer Authentication egészen pontosan, és ennek az a lényege, hogy innentől kezdve, tehát 2021. január 1-től két lépcsős ügyfélazonosítás lett kötelező. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez a kétfaktoros autentikáció ugye azt jelenti, hogy a bankoknak, akik a bankkártyás fizetési szolgáltatást ugye bonyolítják, lehetőségeik vannak arra, hogy valamilyen formában megerősítsék azt, hogy az, aki a kártyát használja, az jogosultan használja. Ennek érdekében ugye az előző évben már kötelezően szinte mindenkit a saját bankja értesített arról, hogy meg kell adni adott esetben vagy egy ilyen vásárlói PIN-kódot, vagy egy telekódot, vagy egy internetes vásárlási jelszót, vagy valamilyen más egyéb autentikációra szolgáló hitelesítési módot. Összesen háromféle megoldást engedélyez ugye a szabályozás. Az egyik az, amit a kártyabirtokos ismer, tehát például egy jelszó, mondjuk az első macskámnak a neve. A másik lehetőség, ugye, amivel a kártyabirtokos rendelkezik, ez lehet egy mobileszköz, ugye az arra érkezett SMS üzenet, ez lehet adott esetben mondjuk egy token, amire a kód érkezik, tehát valami, amivel rendelkezem, illetve a harmadik, a kártyabirtokos biológiai adottságain alapuló hitelesítési eszköz, tehát ugye valamilyen biometrikus eszköz, ujjnyomat, arcfelismerés, retinaszken, ugye valami olyan, amivel csak én rendelkezem, és ezzel mintegy tudom hitelesíteni azt, hogy valóban én szerettem volna a kártyával vásárolni, ezzel is nehezítve ugye a csalók dolgát, hiszen innentől kezdve, ameddig nem rendelkeznek az én hüvelykujjammal, addig jó eséllyel ugye meghiúsul majd az ilyen irányú törekvésük. Ugye hogyan változik ezzel az online fizetés? Mindenki Magyarországon, aki ilyen banki szolgáltatást nyújt, elvégezte a házi feladatát, tehát mindenkinél van most már ilyen kétfaktoros autentikáció, ez bankonként változik, tehát érdemes megkeresni a bankunkat azzal kapcsolatban, hogy nálunk egyébként ez hogyan történik. Ami miatt egyébként fontos ezzel tisztában lennünk kereskedőként, az elsősorban ugye az, hogy ez a PSD2, ez az Európai Unió második pénzforgalmi irányelve, és az ebben használt, most én is puskázok, 3DS2, tehát 3D Secure 2.0 hitelesítési protokoll során az online fizetések hitelesítésekor a személyes adatok kerülnek át ugye a fizetési szolgáltatókhoz. Innentől kezdve ezek a fizetési szolgáltatók ugye a GDPR értelmében adatkezelési szolgáltatát, tehát adatfeldolgozóként megjelennek, vagyis nekünk fel kell tüntetnünk, és ez az egyik fontos feladatunk, hogy fel kell tüntetnünk a pénzügyi szolgáltatót adatfeldolgozóként a saját adatkezelési irányelvünkben, vagy a saját adatkezelési nyilatkozatunkban. Jó, ez nagyon-nagyon fontos. És másrészt pedig azért kifejezetten fontos erre felkészíteni és kereskedőként tisztában lenni ezzel a dologgal, mert ahogy azt már említettem, ugye frusztrálja a vevőket ez, és hogyha ebben egy plusz lépést belerakunk, hogy még nem elég, hogy megadja a bankkártya adatait, nem elég, hogy megadja a CVC kódot, nem elég, hogy ezt mindent megcsinálja, még utána még kapni fog egy 6 jegyű kódot, és utána azt is be kell neki, na hát ez aztán főleg frusztrálja őket, úgyhogy csökkenni fog, egészen biztosan csökkenni fog a bankkártyás fizetéseknél ugye a konverziónk. Mit tudunk ez ellen tenni? Hogyan kell ugye webáruház tulajdonosként felkészülni erre a dologra? Az első lépés az, hogy használjuk a kommunikáció erejét. Tehát kommunikáljuk e-mailben, közösségi felületeinken minél több helyen azt,
hogy ez nem egy olyan dolog, amit most mi kitaláltunk, és ezt mi szeretnénk megcsinálni, hanem addig, ameddig az ügyfelek hozzászoknak ehhez a dologhoz, hogy ez már pedig kötelező, és az őket érinti, és ezt mindenképpen meg kell csinálni, és nem csak nálunk van ez így, hanem mindenki másnál is így van, addig lehetőség szerint kommunikáljunk feléjük. Például ugye ezen a linken a blogban, vagy ebben a bejegyzésben találhatnak is hozzá egy ilyen minta e-mailt, amit adott esetben ki lehet küldeni az ügyfeleknek. Ha van blogunk, akkor ugye egy kis freudi elszólás volt az előbb, ha van blogunk, akkor abban is érdemes kommunikálni, ugye egy ilyen blogbejegyzést létrehozni, ahol leírjuk azt, hogy mi változott, mi történt, miért érdeke ez az ügyfeleinknek, és nem csak ugye leírással, hanem adott esetben ugye ilyen képes formában is leírni nekik, hogy mi ennek az ügyfélhitelesítésnek a folyamata. Itt például az oldalunkon a KNTH-nak van erről egy nagyon-nagyon jó példája, amit érdemes lehet használnunk. Megnézhetjük azt, hogy magánál, a mi szolgáltatónknál van-e egy ilyen, és ha van, akkor azt ugye az ő engedélyükkel fel is tudjuk használni. Érdemes felkészíteni erre a webáruházunkat is. Ugye van egy pár lépés, amit megtehetünk. Az egyik legfontosabb dolog szerintem, hogy érdemes mindenképpen bekapcsolnunk, ha nem is volt eddig bekapcsolva, ugye ezt a checkout gyiket. Ugye a checkoutban tudunk elhelyezni a webáruházak jelentős többségénél egy ilyen gyakran ismételt kérdések modult, ahova szépen le tudjuk írni ezt a két lépcsős ügyfélhitelesítést is, csak úgy, mint ahogy a fizetési szolgáltatásunk leírásánál is érdemes ugye magát a leírást megváltoztatni, és ezt a két lépcsős hitelesítést ugye belevenni. Emellett szintén fontos lehet, hogy automatizmusokat alkalmazzunk, ugye ha a webáruházunk képes rá, akkor érdemes egy olyan automatizmust alkalmazni, hogyha az ügyfél netalántán félbehagyta a vásárlást, a checkoutot, például a fizetési megoldásnál, akkor számára ugye elküldeni a kosarat és felkínálni neki valamilyen más fizetési megoldást ahelyett, amit ő kiválasztott. Jó? És végül ugye érdemes átalakítanunk a kapcsolódó oldalainkat, például ugye, amit már említettem, a GDPR szempontból az adatvédelmi tájékoztatót mindenképpen érdemes, illetve ugye adott esetben az ASF-ben a fizetési módok leírásánál is érdemes ugye ezeket a pontokat feltüntetni, egyszerűen azért, hogy az ügyfeleinket jobban tájékoztassuk, és ha jobban tájékoztatjuk őket, akkor egyrészt nem érhet minket probléma, tehát amiatt, hogy valamilyen formában például nem megfelelően tájékoztatjuk őket egy ASF-ben, egy adatvédelmi nyilatkozatban, másrészt pedig ugye ez a konverziónkat is javítani fogja, és ha ennél több információra lenne szükségük, akkor rengeteg-rengeteg hasznos linket találnak ebben a blogbejegyzésben, amit Dávid készített. Ugye az összes kereskedelmi, nagyobb kereskedelmi banknak a részletes tájékoztatóját, valamint egyébként az MNB-nek is van, ahogy nézegettem, igen, van egy leírása magának az MNB-nek erről a PSD2-ről, illetve ennek a hatásairól, ugye ezt érdemes adott esetben nekünk is átnézni, remélem, hogy tudtam egy pár hasznos gondolatot megosztani veletek, ha így van, akkor kövessetek jövő héten is, találkozzunk újra, sziasztok!